A baptista tevékeny szeretett misszió alapítvány célja a jövő generációjának hátrányos helyzetből induló, de szerencsésebb társaihoz hasonló álmokkal élők segítése, így a tanévkezdés egy egyértelmű cél, amit segíteni kell, emellé pedig a város önkormányzata is támogatólag áll. Szerencsére többféle ilyen segítő akció van, és most az egyik ilyennen vettünk részt. Biztos vagyok benne, hogy Magyarország szinte összes településén vannak rászorulók, akiket segíteni kell ilyenkor is. És hát nagy öröm számunkra, hogy egy ilyen szervezet működik Dombováron, aki egy gyűjtés rendezett, és abból kb. 30 kisgyereknek az iskola kezdését tudta megkönnyíteni nagyon hasznos taneszközök ajándékozásával. És hát jó volt itt látni, hogy milyen örömmel vették át a gyerekek és a szüleik ezeket a tanévet segítő dolgokat. Több ilyen kezdeményezés van, és az önkormányzat mindegyik ilyenben részt vállal. Nyilván van egy segélyezési rendszere a városnak, mint minden városnak, de hát ezt most nem kavarnám ebbe bele. Ami nagyon fontos ebben a fajta segítségnyújtásban, az a koordinálás a dolgoknak. Egyébként több ilyen van, a tanévkezdés ilyen, a karácsony ilyen, és hát ebben igyekszünk azért segíteni. A Dombovári Újesély Központ a baptista tevékeny szeretett misszió alapítvány idei tanszergyűjtő kampányának lezárásaképpen 30 diák részesült az iskolakezdést segítő csomagban Dombováron. Meghirdettük több platformon, és kértük, hogy akinek lehetősége van rá, akkor segítsen és adományokkal támogassa a gyerekeinket, és ami pedig nem sikerült, vagy amennyit nem kaptunk, azt kipótolta az alapítványunk. A csomagokban nagyrészt füzetek, ceruzák, radírok, vonalzó, festékek, tehát néztük a korosztályt, és ahhoz mérten raktuk össze a csomagokat. A tanszeradomány nélkül nehezebb lenne a tanévkezdés, fogalmazták meg a szülők, de hogy ez mekkora terhet is jelent? Rettenetesen nagyot. Nagyot. Mert kevés, amit kapok. A jövedelem az 93 ezer forint, amit összesen kapok, a gyermekvédelmi meg 26 ezer, és 4 iskolásom van, mert van még egy 16 évesem is. Úgyhogy nem könnyű. Úgyhogy most ez a nagy segítségünk, hogy a tankönyvek ingyen vannak, meg kezdésnek volt füzet. Ennyi. Ennyivel kezdjük az évet. A szervezet célja támogatni azokat, akik azonos képességekkel, de messze lemaradó lehetőségekkel állnak rajtvonalhoz.